Nem lesz idén Szavária történelmi karnevál, jelentették be sajtótájékoztatón a város vezetői és a szervezők. Az idei Szavária karnevál elmaradt. A döntéssel az utolsó pillanatig vártak. A biztonság volt a fő szempont, ugyanis egy 100 000-es rendezvényen lehetetlen betartani az egészségvédelmi óvintézkedéseket. Nehéz döntés volt, tudják, hogy sokaknak fáj a szíve a karneválért, de nem szeretnék, ha a tömegrendezvény után Szombathely lenne a járvány egyik gócpontja, mondta a polgármester. Felelős döntést kellett hoznunk, és most senki nem tudja, hogy augusztusban mi lesz a helyzet a járvánnyal. Próbáltunk országos segítséget kérni a döntés szempontjaihoz, de azt se tudtuk meg innentől kezdve, hogy lehet-e tartani, és hogyha lehet, akkor milyen feltételekkel. A veszélyhelyzet kihirdetésekor már szinte teljesen készen volt a karneváli programterv. Legkésőbb május végén, június elején el kell indítani a rendezvény marketingét, leszerződni a fellépőkkel, így a döntést nem lehetett tovább halogatni. Az elmúlt két hétben valóban rengeteget egyeztettünk, polgármester úr meghallgatta azokat a szakmai véleményeket, amiket én kértem, kaptam különféle védelmi szervezetektől, a költségvetésről is többször tárgyaltunk, tehát úgy gondolom, hogy most ez a döntés mindannyiunk számára elfogadható. A Nemzeti Kulturális Alaphoz beadott pályázatra még mindig nem érkezett kedvező válasz, és a járvány okozta pénzügyi nehézségek miatt a szponzorokra sem lehet úgy számítani, mint a korábbi években. Szeptember közepén egy kisebb költségvetésű pénztárcabarát programmal igyekeznek kárpótolni a szombathelyieket, amelynek a részleteit nyár végén ismertetik. A kereskedőknek az, hogy ők elsődlegesen ők tudjanak eljönni és árusítani, és kedvezményesen tudják igénybe venni a teret, vagy a tereket, és a szombathelyi művészeknek és a saját kulturális intézményeink is, akik nagyon komoly visszaesést szenvedtek az elmúlt két hónapban, hogy egyfajta plusz lehetőségként. Az idei költségvetésben 45 millió forintot szántak a karneválra, ezt a felszabaduló összeget felemésztik a veszélyhelyzet okozta veszteségek. Péntek reggel már kisebb sor állt a tófürdő bejáratánál. A szombathelyiek várták, hogy kimehessenek a vízhez. Varga Jánosné is nyitásra érkezett, napozni, úszni szeretne. Én alig vártam, hogy kijelsek, meg mozogtam a tó körül, és naponta 40 kilométert sportoltam mindig. Unokáim vízilabdások itt nőttek föl, úgyhogy én minden napként vagyok, ha az időjárás is engedi. A járványhelyzet miatt később fogadhatott vendégeket a létesítmény, és a befogadó képességének most alig felét használhatja ki. A hatóság engedélye szerint 637 ember tartózkodhat a területen. A fürdőzni, napozni vágyóknak néhány új szabályt is be kell tartaniuk most. Az összes medencénk használható, az élményelemek nem működhetnek most. Ami működik, az a gyermekmedencében a csúszda, a nagy csúszda együttesünk, illetve a kalandmedencében a Sodró folyosó. Itt is fontos az egész létesítmény területén a két méteres távolságtartása a többi fürdőzőtől, illetve a munkavállalóinktól, másfél méter ugyanez a fedett térben. Emellett az alapvető higiénés szabályok betartására kérik a vendégeket, a lábmosó, a zuhanyzó, kézfertőtlenítés használatára. A házirendet kifüggesztették a medencékhez is. A tófürdő munkatársainak is több most a feladatuk, a közforgalmú területeket, az eszközöket szinte folyamatosan fertőtlenítik. Többletmunka nekünk abból adódik, hogy ezt egy megnövelt létszámmal tudjuk csak biztosítani. Ez a megnövelt létszám ugye elsősorban ezeket a munkafeladatokat érinti. Területfelügyelet és hát magának a tisztításnak, fertőtlenítésnek az elvégzése. Úgyhogy eddig is rend volt, de most még nagyobb rend és tisztaság lesz, mint ami volt eddig. A Bartók Béla körúti és a jegypénztárnál lévő kijárat most nem működik. A távozó vendégek csak ezen a kapun áthagyhatják el a létesítményt. A járványhelyzetben aki tehette, otthonról dolgozott, de most újra vissza lehet menni az irodába.
Szakemberek szerint az egészségügyi előírásokon túl érdemes betartani a fokozatosság elvét. Ezt a szombathelyi televízió is fontosnak tartja. A műsorok rendhagyó módon készültek az elmúlt 2,5 hónapban. Nem használtuk a stúdiót, telefonon készültek az interjúk, és többször jelentkeztünk az online térben. Facebook élő videók készültek, lett Instagram oldalunk, lett podcast, tehát kicsit így online-osodott a televízió ebbe az időszakba, és most jutottunk el odáig, hogy a kollégák összeszokott csapatként már ismét visszatértek, még a stúdiónak a nyitása van hátra, amikor is a nézők már a megszokott híradót fogják látni a következő hónaptól. Vannak, akik azt is el tudnák képzelni, hogy mostantól kizárólag otthonról dolgoznak, míg mások alig várták, hogy véget érjen a home office. Nekem van egy 3 és 1 hét éves kisfiam, és meglehetősen hajmeresztő volt néha úgy híradós anyagot és cikket írni, hogy közben a hátam mögött lebontották a házat. A másik pedig, hogy már nagyon hiányzott a közösség, a kollégák. A Nemzeti Népegészségügyi Hivatal azt ajánlja, hogy a munkahelyek szellőztessenek rendszeresen, a használati tárgyakat pedig fertőtlenítsék gyakrabban. A TV stúdiója is átesett az ózonos fertőtlenítésen. Nagyon sok emberrel találkoznak a médiások, operatőrök, szerkesztők, értékesítők, szélszek, és gyakorlatilag bármelyik pillanatban hazabihették volna a családjukhoz ezt a betegséget. Én azt gondolom, hogy teljesen korrekt volt ez a fertőtlenítés, ez fontos volt. Felmérések szerint az elmúlt hetekben a munkavállalók körében egyre népszerűbbé vált a home office, de minél idősebb valaki, annál kevésbé tudja elképzelni, hogy a jövőben kizárólag otthonról dolgozzon. Akkor itt látszik, hogy a város első tömegközlekedési eszközét is bemutattuk itt az Omnibus feltalálásáról. Ugye korabeli cikkek is szerepelnek a tananyagban. Itt a társaskocsik történetét lehet megismerni. Ez csak az egyik érdekes epizódja annak az oktatási tananyagnak, amelyet a Berzsenyi Dániel könyvtár munkatársai állítottak össze. 3 csomag készült el, az egyiknek a segítségével a Vas megyei születésű költő Dukai Takács Judit életét és munkásságát lehet megismerni. A másikkal a dualizmuskori Szombathelyen tehetünk virtuális sétát. A harmadik témakör a város nyomda és sajtó történetét öleli fel. Mindez interaktív, számos illusztrációt, multimédiás elemet tartalmaz, további információforrás helyekre utal. A megszerzett tudás játékos feladatokkal erősíthető, az egyes csomagokhoz pedagógusoknak szóló módszertani ajánlót is összeállítottak. Mindegyik tananyag úgy néz ki, hogy ezt akár önállóan a diákok el tudják sajátítani, akár tanári segítségével, de lehet rá szervezni akár könyvtári foglalkozást, vagy szakkör formájában is ezeket a tananyagokat be lehet mutatni. Például a Dukai Takács Judit tananyagnál ott hangzóanyagok segítik. Meg lehet hallgatni a költőnőnek a verseit, vagy Söfrin Aladárnak, irodalomtörténésznek a róla a költőnőről elmondott kis rövid szövegrészleteit, de a dualizmuskori város történethez ott például készült egy videós anyag. Ott az akkori főmérnök Bodány Ödönnek a szavaival és a mi gyűjteményünkből származó korabeli képeslapokkal mutatjuk be, hogy hogyan is nézett ki Szombathely a századfordulón. A város élénk üzleti forgalma és legzajosabb utcai élete az Erzsébet királyné utcán és a Horváth Boldizsár téren nyilvánul. 14 ezer oldalnyi dokumentumot digitalizáltak a könyvtárosok egy pályázat keretében, többek között ezeknek a felhasználásával készültek el az oktatási csomagok. A Berzsenyi Dániel könyvtárban nem előzmény nélküli az, hogy közoktatást támogató oktatási tartalmakat készítünk. Évekkel ezelőtt Pallusiné dr. Toldi Márta igazgatónő kezdeményezésére olyan tematikus ajánló csomagokat állítottunk össze középiskolásoknak, általános iskolásoknak és pedagógusaiknak, amelyet előszeretettel használtak az érdeklődők. Ebből a napjainkig is sikeres a szombathelyi elsők. A digitális oktatási tartalmak bárki számára hozzáférhetők a könyvtár honlapján. A pályázat része a közgyűjteményi digitalizálási stratégiának, amelynek az a célja, hogy szélesebb körben tegye hozzáférhetővé a közgyűjtemények állományát, valamint hogy azok egy közös keresőfelületen legyenek elérhetők. Yeah.
Ezer év katonai címmel szellemi vetélkedőt szervez a Honvédelmi Minisztérium. Zrínyi Miklós költő és hadvezér születésének 400. évfordulója alkalmából az országgyűlés 2020-at Zrínyi emlékévvé nyilvánította. A honvédelmi tárca emléket állít a magyar hadtudomány megteremtőjének azzal is, hogy kétfordulós csapatvetélkedőt hirdet. A verseny célja, hogy a középiskolások megismerjék a magyar hadtörténelem kiemelkedő eseményeit, a korabeli technikai eszközöket összevethessék a Magyar Honvédség legújabb eszközeivel. Azon túl, hogy a csapatok számot adhatnak történelmi tudásukról, a vetélkedő fordulóiban betekintést kapnak a megújuló honvédség mindennapjaiba, a katonai hivatás lehetőségeibe. A járványügyi helyzetre való tekintettel az első fordulót online játszhatják le a versenyzők. 2020-21-es tanévben 9-11. Évfolyamon tanuló diákok hétfős csapatainak jelentkezését várják. Regisztrálni szeptember 17-éig lehet a képernyőn látható weboldalon. Az első fordulóban a csapatot bemutató videót és egy hadtörténelmi vagy honvédelmi tematikájú plakátot kell elkészíteni. Lesz ez Zrínyihez kötődő feladatsor is, végül pedig két téma közül lehet választani. Vagy az iskola környékéhez kötődő bármilyen hadtörténelmi esemény bemutatását, vagy a Honvéd Kadét program népszerűsítését. A második fordulót Komáromban a monostori erődben rendezik meg, a döntőbe jutott csapatoknak a különböző hadtörténelmi korokkal kapcsolatos interaktív feladatokat kell teljesíteniük. A verseny összdíjazása 10 millió forint kisebb ajándékoktól a honvédelmi élményprogramokon át értékes nyereményekig. Szobánként 1 millió forintos támogatásra pályázhatnak a Budapesten kívüli szálláshelyek üzemeltetői. A 60 milliárdos keretösszegű kisfaludi program online felülete június 4-én nyílt meg. Beltéri felújítás, bútorvásárlás, kültéri eszközök beszerzése, kültéri felújítás, javítás, akár tetőfedés, akár elektronikus eszközök beszerzése, erre mind-mind lehetőséget ad a pályázat azok számára, akik be tudják nyújtani. Országosan 26 ezer körüli a pályázatra jogosult szálláshelyek száma, eddig több mint 11 ezeren kérték a fejlesztési támogatást. Túrinformírozat a Szombathelyi Unokat kívánok, rendszerűen vagyok, miben segíthetek? Vas megyében is nagyon népszerű a lehetőség, az igénylőket a Szombathelyi Túrinform iroda információs pontként segíti. Mindenfajta kérdésre találkozom. Nyilván a nagyon könnyű magát beadni ezt a pályázatot, rendkívül egyszerű kitölteni a online űrlapot. Emiatt főleg olyan emberek keresnek meg benneket, akiknek vagy különleges kérésük van, tehát van egészen különleges a helyzet, amiben található a maga az ingatlan vagy a fejlesztendő vendégház. Hát vagy pedig ez a leggyakoribb egyébként olyan általában idősebb szállásadók, akik az internettel nem boldogulnak, vagy a technikai nehézségeik vannak annak a történettel. A kiírás szerint a legfeljebb 8 szobával és 16 ágyal rendelkező szálláshelyek igényelhetnek támogatást. A városi tulajdonú Herényiek házát működtető egyesület már beadta pályázatát. A földszinten egy mozgáskorlátozottak számára kialakított, a tetőtérben pedig 6 kétágyas szoba áll a turisták rendelkezésére. Napelemeket szeretnénk az épületre felhelyezni. Ez ugye azt jelenti majd, hogy nyilván a szálláshely áramköltsége jóval kevesebb lesz, illetve hát terveink szerint lehet, hogy az így meg is fog térülni, hogyha úgy sikerül a napelemeket felhelyezni. Aztán, ahogy ugye említettem, tetőtérben vannak a szobáink, úgyhogy ezekkel igazából az a probléma, hogy nyáron nagyon melegek, és nincsen a szobákban légkondicionáló. A pályázat támogatásával az udvari kiülőt is szeretné az egyesület fejleszteni. A kiírás fontos feltétele, hogy az átalakítás nem járhat a férőhelyek számának csökkenésével, valamint a következő 3 évben is fenn kell tartani a működést. Az igények online beadása után 5 nap áll rendelkezésre a mellékletek, a tulajdoni lap a tulajdonosi hozzájárulás és működési engedély beküldésére. A benyújtás határideje július 15-e. Ha péntek, akkor szerződés hosszabbítások a szombathelyi haladásnál. Az MB2-ben induló zöldfehérek a múlt heti bejelentések után újra sajtótájékoztatót tartottak a stadion egyik skyboxában, ahol újabb lejáró szerződésű játékosok írták alá kontraktusukat. Tóth Barna, Kis Bence,
Rácz Ferenc, Németh Milán, Jancsó András és Rózsa Dániel is elkötelezte magát a Halihoz. Nagyon boldog vagyok, tehát mondtam a sajtótájékoztatón is, nekem a Haladás most majd nagyon jó, de az életem része. A felnőtt karrieremet szinte végig itt töltöttem, és igazából most már nem is szeretnék sehova menni, tehát hogyha befejezem a karrieremet, a profi felmondás az itt fog megtörténni. Így most lehet a szerződésem, ez is benne volt a pakliba, de kaptam egy 2 éve szerződést itt. Úgyhogy azt szeretném kitölteni, aztán majd meglátjuk. A 35 éves, korábbi kétszeres magyar válogatott hálóőr az elmúlt időszakban sok sérüléssel küzdött, de most újra egészségesen várja a felkészülést. Úgy érzem, hogy egészségileg 100%-os vagyok. Kicsit kurta furcsa volt ez a történet most így tavasz a szezon miatt is, a sérülés miatt is. Úgyhogy most remélem, hogy sikerül végigcsinálni egy felkészülés rendesen, meg egy rendes őszi szezont. A saját nevelésű Jancsó András az élvonalbeli Paks hívására mondott nemet a Haladás kedvéért. A több poszton is bevethető futballista Szombathelyen szeretne újra NB1-es játékos lenni. Nem mondjuk ki a feljutási célokat, de azért mélyen mindenki benne van, hogy vissza szeretne jutni. Nyilván nagyon sok NB1-es, volt NB1-es játékos van a keretbe. Így szerintem nem lehet kérdés mindenkinek a célja, tehát egy lett a cél visszajutni az NB1-be minél előbb. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a következő hetekben további bejelentések várhatóak. A csapat a jövő hét második felében kezdi meg az alapozást az előttünk álló NB2-es idényre.